Kedves testvérek, Krisztus feltámadt. A mai katekézisünk címe az, hogy rám talált a kegyelem. Először is, hogy erről kicsit beszéljünk, mi is ez a kegyelem. Először lehet, hogy egy hollywoodi film fog eszünkbe jutni, amikor a töltött fegyvert valakinek halántékához emelik, és meg akarják húzni a ravaszt, és a más ember az életért könyörög, és azt mondja, hogy kegyelem. Tudjuk, hogy nem ez a kegyelem hanem sokkal inkább az Istennek a támogatása, a segítsége, az ajándéka, az adománya, hogy az Úristen velem van. Sokszor szeretnénk azt, hogyha nagy érzelmek kötődnének a kegyelemhez, az Isten kegyelméhez. De egy házasságban is sokszor úgy van, hogy nem akkor lesz a kapcsolat jó a két fél között, amikor óriás viharok dúlnak, érzelmi viharok, hanem, hanem lehet, hogy csendesen haladnak a cél felé. Nagyon sokszor szeretnénk azt is, hogy a problémáink úgy oldódnának meg, hogy egy angyal leszáll, és aztán valahogy az Úristen rajta keresztül mindent elrendezés megold. De sokszor ezt a kegyelmet utólag tapasztaljuk, és mentesen az ilyen érzelmi viharoktól, és sokszor a gyümölcseiből látjuk meg azt, hogy mi volt a kegyelem. Nekem is volt egy olyan nagyobb kegyelem az életemben, amelyet, amelyek mondjuk érzelmek is kísértek, ez, ezt én második megtérésemnek szoktam hívni. Ez már akkor történt, amikor én teológiát elvégeztem civilként, és ezután egy nagyon mély krízisben, vagy valamilyen mélyponton voltam, és az Úristen a semmiből egyszer csak belenyúlt az életembe, és elkezdett felemelni, elkezdett kiemelni ebből a, a krízisből. És teljesen váratlan volt ez az esemény, és azt éreztem, én, aki egyébként akkor nagyon büszke voltam a szabadságomra, hogy nem volt benne az én szabadságom. Ez teljesen váratlanul történt. Az Istennek az egyoldalú kegyelme volt ez. És, és annyi volt benne a szabadságom, hogy nem mondtam ellent. És az Isten meg tudja mutatni azt, hogy ki tud húzni mindenből, minden helyzetből. Az Isten megmutatja azt a kegyelme által, hogy, hogy ő az, aki. Akiben célunk és értelmünk lehet. És akkor is, amikor ez történt, akkor nagyon jó gyümölcsök kísérték, hiszen az Úristen azt az embert, aki én voltam, elkezdte az imádságra nevelni. Azt tapasztaltam, hogy örömöm van az imádságban, hogy egyszerűen vágyom az Úr jelenlétére, és szomjazom őt. Szeretném megismerni az akaratát. Elkezdtem olvasni a Szentírást, és nyilván addig is értettem, hogy mit akar az Úr az ön népétől, de amikor ez személyessé válik, az valahogy egészen más. Amikor nem csak olvasom, hanem értem, hogy miről szól a Szentírás. És ugyanakkor ott van az a közös tapasztalata, mindannyiunk tapasztalata, amely egyszerre személyes és közös. Ez pedig az a tapasztalat, amit nemrég éltünk meg, ez nagy péntek tapasztalata. Az pedig az, hogy Isten azért lett emberré, azért lett olyan, mint mi, hogy értünk meghallasson a keresztfán, hogy feláldozhassa magát, értünk a keresztván. És ezt nagyon szépen elmondja az első János levél, a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát engesztelésül bűneinkért. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy minden embernek, minden kereszténynek kell lennie egy tapasztalatának, akkor, amikor éli a világot, csak, csak ez a tapasztalat ez nem olyan feltétlenül, mint amilyet az ember előzetesen vár. Nem szabad olyan tapasztalatot várnunk, hogy, hogy, majd a Jóisten teljesíti az én együgyű, balga, vagy, vagy akár kicsit önző vágyaimat, hanem, hanem, tudnunk kell ezt, hogy az Úristen szemszögéből kell néznünk, és akkor ha az Úristen szemszögéből nézzük a, a világunkat, akkor fogjuk meglátni, hogy mi az a kegyelem. Az Úristen szemüvegén keresztül látjuk meg azt, hogy hogy hogyan segít minket, hogy hogy akar az ő útjára terelgetni minket. Istennek a jó akarata, az megelőzi mindig a mi fáradozásainkat. Egyszerre ott van az Istennek az adománya, és egyszer ott van a mi, a mi munkánk. És nagyon sokszor este azt érezhetjük, hogy, hogy mi dolgozunk, de az Istenek pihen. De tudjuk azt, hogy ez nem így van ha az üdvösség szempontjából, az üdvösségből visszanézzük majd az életünket, akkor látjuk azt, hogy, hogy, minek mi volt a helye. És senki nem fogja akkor a saját vállát majd, majd tapicskolni, hogy, hogy de ügyes voltam, hanem azt fogjuk mondani, hogy köszönöm Uram, köszönöm, hogy, hogy, hogy segítettél nekem ezen az úton és ezen a ponton. Az viszont lehetséges, hogy vannak olyan pontok az ember illetében, amikor, amikor nem sokat teszek, az Úristen kegyelme viszont mégis elér. A kettő az valahogy nem egyenlő egymással. A kettő az valahogy úgy áll össze, mint van ez a vicc, amikor a, az elefánt és a kisegér ugye mennek át a hidon, és akkor azt mondja a kisegér, hogy érzed elefánt, hogy dübörgünk? Valahogy ilyen a kegyelem és az emberi szabadságnak a viszonya is, hogy végtelenül felülmúlja az Isteni kegyelem a mi szabadságunkat. És ha mi akarjuk, még abban az akaratban is ott van az Istenek a kegyelme, ami elér minket. És az is lehetséges, hogy amikor bele vagyunk valamibe, azt nem látjuk kegyelemnek, nem látjuk az Úristen adományának. De az biztos, hogy amikor utólag viszont visszanézzük, akkor látjuk azt, hogy, hogy hol volt az Úr keze. De ugyanakkor pedig ott van a nehézség is, ott van az a probléma, ott van az a, az a fájdalom és szenvedés, amin keresztül mentünk. És ha ezen keresztül is adja az Úr az ő kegyelmét, akkor akár fel is vetődhet bennük a kérdés, hogy akkor, amikor ránk talál a kegyelem, akkor attól féljünk, mert az fájdalmas is lehet. Én inkább visszafordítanám. Akkor, amikor menne vagyunk egy szenvedésbe, akkor tudjuk azt, hogy ezen keresztül a jó Isten ad nekünk kegyelmet, és ezen keresztül hozzá akar vezetni minket. Mert igazából a kegyelemnek a célja és értelme az, hogy eljussunk hozzá, a kegyelem az nem más, mint az Isten felé vezető úton való segítsége a jó Istennek. És az a célunk, hogy végső, örök és békés, teljes közösségünk legyen az Úrral.